Sziasztok! Ismételten az Atomic Media tutoriáját láthatjátok. A mostani tutoriálunkban ezt a háttérképet fogjuk elkészíteni. Ez a háttérkép annyiban különbözik az előzőleg elkészített képeinkben, amiben már tettünk 3D-s objektumot egy képbe, hogy itt az objektum az a külső fényeket, amik szerepelnek a képen, azt visszatükrözi, és ez látható lesz a objektumon, így még élethűbb lesz, hogy ez valójában is akár ott is lehetne. Kezdünk is neki, megnyitjuk a Cinema 4D-t, majd be fogjuk húzni a textúrákat. A elsőnek is egy panoráma képet fogunk behúzni, amit előző tutoriában láthattatok, hogy hogyan lehet elkészíteni. A következő lépésben pedig a háttérképet fogjuk behúzni. Így. Majd le fogunk tenni egy Sky-t, amire a panoráma képet fogjuk ráhúzni. Mint láthatjuk, ha körbeforgatjuk, teljesen a körbeveszi a panoráma kép. A következő lépésben tegyük le a backgroundot, és húzzuk rá erre is a textúrát. Jelen pillanatban most még nem látszódik, hogy rajta lenne a textúra a backgroundon. Következőt kell, hogy tegyük. Kattintsunk a Sky-ra, jobb gomb, Cinema 4D tag és Compositing. Egy új menü fog megjelenni. Itt a Scene by kamerát klikkeljük ki, és azon nyomban meg is fog jelenni nekünk a háttérképünk. Aztán következő lépésben állítsuk be azt a felbontást, amiben majd ki szeretnénk renderelni. Jelen pillanatban a Full HD-t állítjuk be. Így, né. Aztán állítsuk be a rácsot úgy, ahogy a padló helyezkedik el. Ezt legkönnyebben úgy tudjuk megtenni, hogy teszünk le még egy kamerát is, duplán kattintsunk rá, és szépen toljuk le. Így elhelyeztük, azaz rátettük ezt a rácsot a padlóra. Következő lépésben pedig kattintsunk vissza a Sky-ra és a Scene by kamerára. Most láthatjuk, hogy eltolódott a panoráma képünk. Ehhez annyit kell tegyünk, hogy duplán megint rákattintunk a kamerára, és így most kilépünk úgymondva a kamera szemszögéből. Kattintsunk vissza a Sky-ra, és fordítsuk vissza a képet középre. Ez a kép a panorámába ugyanaz, mint a mostani háttérképünk. Ez azért fontos, hogy ugyanaz legyen, hogy ami leteszünk objektumot, ami előtte van, ami úgymondva nem látható, az fog visszatükröződni majd az objektumra. Ismételten kattintsunk a kamerára, és ha megint visszalépünk a Sky-ra, rákattintunk a Scene by kamerára, akkor úgy maradt a panoráma képünk. Most kattintsunk ki a Scene by kamerát, mert erre már nem lesz szükségünk. Következő lépésben tegyünk le a szöveget. Írjuk be az adott szöveget, amit szeretnénk. Jó, és állítsuk be a méretét, amilyenre szeretnénk. Úgy, hogy kitöltse teljesen a adott hátteret. Következő lépésben tegyünk le egy talajt, ami
fogja az árnyékot nekünk le, amire fog az árnyék esni. Erre is húzzuk rá, amit a backgroundra ráhúztunk, materiált. Majd kattintsunk rá a textúrára, és itt van egy projection, itt az UV mappingot állítsuk át frontálra, majd jobb klik, composition, és beklikkeljük a kompozíciót. Majd composition background. Most, hogyha kirendereljük, akkor már is eltűnik a talaj. Ez azért volt szükség composition backgroundra, hogy a háttérbe beleépíti a talajt. Most ha vissza kiklikkeljük, akkor ugyanígy itt maradt ez a plane. Kattintsunk vissza, Ctrl-R, és már is nem látszik nekünk a talajzat. Következő lépésben lépjünk be a Render Settings-be, és állítsuk be a Global Illumination-t. A mostani renderelésnél pedig már is a fények és a talajon látható már az árnyék is. Következő lépésben a textnek, az objektumunknak fogjuk elkészíteni a textúráját. File, New Material. Itt állítsuk be a színét zöldre, vagy amilyenre szeretnénk. Reflection, itt a fény visszaverést tudjuk beállítani. És a spekulárnál pedig be tudjuk állítani, hogy milyen intenzitással a fény verje vissza. Ctrl-R. Ja, még mindig nem húztuk rá. A textre húzzuk rá ezt a materiált, és most rendereljük ki. Most már is láthatjuk, hogy visszaveri teljesen a padlóról is, és felülről is a fényt. Ezt a szöveget még egy kicsit toljuk hátrébb. Így, né. Na most, hogyha még egy kicsit akarunk, hogy jobban látszódjon ez a... Akkor egy kicsit lejjebb toljuk. És így az árnyék jobban oda fog vetődni a földre. Így még jobban élethűbb lesz az, hogy ott lenne ez a szöveg. A következő lépésben pedig kirendereljük ezt az egészet. Save. Beállítjuk, hogy JPEG. Jó. Shift-R-rel elindíthatjuk a renderelést. Ezután nem Photoshop-pal fogjuk kompozitálni a szövegünket, hanem egyszerűbben, mégpedig az After Effects-ben. Húzzuk be az elkész kirenderelt képünket az After-ba. Húzzuk be ide a kompozícióba. Tegyünk le egy Adjustment Layer-t, és hogyha letöltöttük ezt a effektet, ezt a Lux effektet, ezt tegyük rá az Adjustment Layer-re. Majd itt az Edit menü pont alatt különböző fényeket, vagyis különböző színeket tudunk beállítani. Ezek előre elkészített színek. És itt a tetszés szerint állítsuk be.
Oké. És ezzel már is készen is lennénk a tutoriálunkkal. Hát ez egy gyengébb megoldás, mint a Photoshopnak, hogy Photoshoppal szépen beállítjuk a dolgokat, de viszont jóval gyorsabb, és ezzel is elég látványosat lehet készíteni. Ezután már csak annyit kell tegyünk, hogy Composition, Save Frame, File, és itt megint kiválasztjuk azt, hogy JPEG, oké, és kiválasztjuk azt, hogy hova mentse. Mentés. Render. És ezzel már is készen van a hátterünk, amit itt láthatunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, nézzétek továbbra is a Atomic Médiát. Sziasztok!